Szerintem jött ez nekünk ez a hazai hangulat, és úgy látjuk, hogy minél többen látogatnak ki a meccsünkre, és nyilvánvalóan nekünk is ez egy pozitív energiát hoz, szóval reméljük, hogy most pénteken is sikerülni fog. Ugye hát ez az a mérkőzés, amikor azt mondják, hogy kötelező győzelem, de azért ez nem lesz olyan egyszerű, mint amilyennek kinéz ez alapján. Ez így van, és mindig azt mondják, hogy a kötelező győzelmek a legnehezebbek, és idegenben is elég szoros meccset játszottunk velük, szóval most is nagyon szoros és hajtós mérkőzésre számítunk. Azért már mindenki fáradt így a szezon végére, de hát az utolsó hónapra, utolsó mérkőzésekre az utolsó erőinket is össze fogjuk szedni, és teljes mértékben ki fogunk állni a legjobb tudásunk szerint a mérkőzésekre. Hogy érzed, a csapat mennyire hozta ki magából azt, ami benne volt ebben a szezonban, így közeledve a hajrához? Szerintem többet hoztunk ki magunkból, mint amit vártak tőlünk, és nagyon-nagyon büszke vagyok az egész csapatra. A védekezésünkön fog szerintem megint múlni. Úgy gondolom, hogy a mi csapatunk sem valami idős, de mindenképpen felkészülünk rájuk úgy, ahogy mindenki másra. Tele lelkes, lendületes fiatallal. Pont ez, hogy nincsen már rajtuk teher, ezért teljesen felszabadultan fognak tudni kiállni ellenünk a meccsre.